A háború a témánk a folytatásban is a ma estében. Az ukrán ellentámadás nem váltja be a hozzáfűzött reményeket. Legalábbis erről ír a CNN. A portál két nyugati tisztségviselőre és a Pentagon magasrangú tisztségviselőire hivatkozik. Úgy fogalmaznak, hogy Ukrajna offenzívája semmelyik irányban nem felel meg az elvárásoknak. Közben a brit hírszerzés szerint az oroszok komoly átcsoportosításokat hajthatnak végre. Ezekről is szó lesz tehát a következő percekben. Stefán Zoltán folytatja vendégével. A Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének kutatója Somkuti Bálint a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kezdjük akkor azzal, ami a frontokon történhet. A CNN Írta azt, hogy az ukrán ellentámadás nem váltja be a hozzáfűzött reményeket. Korábban a Wall Street Journal is azt írta, hogy megakadt az ellentámadás. Közben Moszkva és Kijev saját hadi sikereiről tudósít, és megjelentek azok a nyilatkozatok is, ami szerint az elmúlt időszakban tapasztalt támadások egyfajta szondázó támadások voltak, hogy megnézzék, hol lehet gyenge pontja az orosz védelemnek. Mit lehet leszűrni ezekből a hírekből? Gyakorlatilag két hete tartanak ezek a támadások, amikről beszélünk, és azt érdemes kiemelni, hogy ezekben ugyanazok azok az alakulatok vettek részt, amelyeket kifejezetten ilyen típusú áttörések készítettek fel, de az előkészített, a támadásra fölállított 12 dandárnak csak egy töredéke, összesen három darab. Tehát abból még messze menő következtetéseket nem lehet levonni, hogy ez pontosan az offenzíva összeomlott volna, vagy, vagy bármilyen szempontból kuralatot vallott volna. Egész az látszik, hogy abban az irányban, amelyet kijelöltek, abban az irányban nem sikerült előrehaladást elérni. De ez egyébként tavaly is így volt, tavaly nyáron is, amikor az ukrán erők Helszong mellett harcoltak hetekig eredménytelenül, majd északon Harkovnál, több száz kilométerre éjszakra gyakorlatilag jelentős sikereket értek el. Hadd hozzak ide még egy a sajtóban megjelent elemzői véleményt, vagy több elemzőinek a véleményét is, ami szerint ilyen jellegű támadást, áttörést az elmúlt évtizedekben egyedül az Amerikai Egyesült Államoknak és Izraelnek sikerült véghez vinnie, és nekik is csak légierővel. Hogyha ez ennyire nyilvánvaló, ha ez egyáltalán nyilvánvaló, akkor végül milyen stratégiát lehet alkalmazni a Ukrajnának? Azt érdemes figyelembe venni, hogy egy modern hadsereg és egy modern hadművelet az rendkívül bonyolult és rendkívül nehezen összehangolható elemekből áll össze. Tehát össze kell hangolni a gyalogos, a gépesített, a légierő csapatok, a légierőnek a mozgását és a támadását, a légvédelemnek fontos, hogy a saját gépétől, az ellenfelét támadja. Tehát egy nagyon összetett, bonyolult folyamatról beszélünk, amit valóban csak az amerikai és az izrael hadsereg oldott meg, ők szembesültek egy ilyen típusú mélységében képített védelemmel. Úgyhogy rendkívül nehéz feladata van az ukránoknak, ugyanis az orosz oldalon a tüzérség és a légierőnek a fölénye. Ennek a következtében nagyon sok olyan típusú fegyver van, nem tudnak lefedni vagy lefogni. Tehát a támadás közben folyamatosan a tűz, és ennek az eredménye a veszteségek, amiket videókon is lehet látni. És van még egy szempont, amelyet talán kevesebbet emlegetnek elemzők, és ez pedig a meglepetés ereje. Ennél a támadásnál ez mennyire volt nyilvánvaló, hiszen hónapok óta mindenki erről beszélt. Tavaszi offenzíva, aztán végül is nyári lett belőle. A brit hírszerzés szerint az oroszok nagyon komoly erőket csoportosítanak át, és több olyan műholdfelvételt lehetett látni a sajtóhasábjain, amiben több vonalon keresztül látni kiépített lövészárok rendszert, vagy éppen tüzérségét. Gyakorlatilag a jelenlegi helyzet abban különbözik a tavaitól, hogy tavaly egy rendkívül alacsony létszámmal harcoló orosz hadsereg volt, amely lényegében hevenyészet állásokban próbált védekezni a túlerőben lévő ukrán erőkkel szemben. Most ez a helyzet gyakorlatilag alapjaiban változott meg az oroszok, is sokkal ö, jelentősebb erőket mozgósítottak, ugye szeptemberben indult meg egy mozgósítás, aminek az eredményeképpen feltöltötték a hadsereget, és volt idejük olyan állásokat képíteni, mint ami például az is látható, tehát mélységében tagolt, fővédővel elővetett biztosító állásokkal képített állásokat, ahonnan gyakorlatilag eredményesen tudnak védekezni. Úgyhogy ezzel szemben viszont egy létszámában már nem annyira fölénybe lévő, kevesebb nyugati haditechnikával ellátott ukrán hadsereg áll, amelynek például a támogatása rendkívül hiányzik. Kazettes bombákat, hogyha nézzük a fegyverszállításokat, kért most legutóbb Kiev Washingtontól. Az Egyesült Államok nem írta alá azt a 2010-es szerződést, ami a kazettás bombákról szól, és Ukrajna és Oroszország sem része ennek a szerződésnek. És hát korábban szó volt urántartalmú lőszerekről is. Megérkezhetnek ezek? Előbb-utóbb megérkezhetnek, azt érdemes figyelembe venni, hogy a, a szegényített urán lőszerei csak a, a Challenger 2-es brit harckocsiknak és az M1-es Abrams amerikai harckocsiknak vannak. A német leopárdokon nincs ilyen nincs ilyen lőszerrendszeresítve. Tehát amikor ezek az eszközöket harcba vetik, akkor várható, hogy ezek a lőszerek feltűnnek a színen. Most a szegényített uránra gondolok. A kazettás lőszereknek az alkalmazása pedig már bizonyos szempontból folyamatban van, hiszen az ukránok folyamatosan használnak ilyen típusú lőszereket, amik még éppen a szovjet időből maradtak náluk. Tehát ez igazából szintén nem jelent egy jelentős eszkalációt, talán abból a szempontból, hogy ez a nyugati eszközökben felhasználható módszer vagy megoldás lenne. Ha már a fegyverszállításokról van szó, akkor a politikó írt arról, hogy egyre több bizonyíték utal arra, hogy a szankciók ellenére továbbra is eljutnak nyugati gyártmányú felszerelések, lőszerek Oroszországba. Arról van szó, hogy itt vadászfelszerelésekként különböző cégeken keresztül jutnak el Oroszországba. Én ez alapvetően a mesterlövész fegyekben használt rendkívül nagy precizitás lőszereket jelenti, de ugyanúgy optikát és egyéb eszközöket, amelyek valóban kettős felhasználásúak. És ezeknek a, az eszközöknek az export ellenőrzése sokkal nehezebb, mint a kifejezetten katonai célra használt, egyébként sokszor nagyon hasonló képességű eszközöké. Úgyhogy ezek valóban megtalálják az utat Oroszországba harmadik közvető országokon keresztül, sőt arra is volt már a precedens hírek szerint, hogy olyan eszközök kerültek, amik kifejezetten katonai célra kerültek eladásra egy harmadik országnak, amely tovább őket Oroszország. Kérem, beszéljünk még arról is, ami az elmúlt napokban egy ideig uralta a sajtót, ez pedig az atomfenyegetettség. Zelenszkij elnök úr beszélt arról, hogy neki tudomása van egy, egy, lehetséges támadásról, amit az oroszok készítenek elő, vagy műveletről az, az atomerőműnél, a miközben Fehér Oroszországban pedig atomrakétákat telepítenek, és a Fehér Orosz elnök Lukasenka fogalmazott úgy, hogy van köztük olyan, amely három-négyszer erősebb, mint a hiroshima Mára vagy egy a ledobott. Igen, a harcaszati atomtöltetetnek általában 50-200 kilotonna hatóereje van, Hiroshima-ra pedig olyan 20 kilotonna körüli töltetet vett, dobtak le, úgyhogy ez egy valós szám, de Lukasenka mondjuk úgy idegen tólak a ugyanis ezeknek az eszközöknek a használatra az orosz fél dönt, ugyanúgy, ahogy az amerikai fegyverek esetében is az amerikai fél ezeknek a, dönt ezeknek a felhasználására, amikor külföldi viszik őket. Ami az aporozsi erőművet illeti, engem meglepne az, hogy egy birtokomban lévő erőművet egy valamilyen rejtélyes terrortámadás keretében felrobbantok, hiszen ha akarom, és erre van, ezt gondolja valaki, hogy ez egy jó ötlet megtenni, egy atomművet felrobbantani, azt minden további nélkül nyíltan is meg tudja tenni. Hogy ennek az a veszélye, nyilván kicsi az esély, hiszen mindenki arra törekszik, hogy elkerüljék ezt a helyzetet, de ennek az a veszélye, hogy az uralkodó széjárástól függően akár orosz, akár ukrán területek felé is mehet a, a, szennyezett anyagokból álló felhő, tehát én nem tartom valószínűleg, hogy erre bárki komolyan készülne. Egy percünk van hátra, de még arról beszéljünk, hogy a NATO fő titkál azt közölte, hogy a Vilniuszi csúcson nem kap majd meghívást a szövetségbe. Ukrajna uralta a témát ez is. Ukrajna szerette volna, hogyha már most ebben az időszakban. Ez gyakorlatilag egyet jelentett volna akkor azzal, hogy a NATO is belép a háborúba? Nem feltétlenül A meghívás a Ukrajnának, az csak egy gesztus lett volna abban az irányban, hogy egy gyorsított eljárással a feltételeknek a nem ideális volta a mellett is, megtették ezt a gesztust a számára. Ez viszont azt mutatja, hogy NATO-eszül le akarja zárni a konfliktust, és csak utána gondolkodik a megkívásról. Somkuti köszönöm szépen szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen.